A Kossuth Lajos gimnázium diákjai ebben az évben is részt vettek a 8 osztályos gimnáziumok regionális versenyén, melyre ezúttal április 6-án Nyírbátorban került sor. A versenyen elért eredményekről és a tapasztalatokról kérdezte meg munkatársunk az intézmény vezetőjét, dr. Pásztorné dr. Vas Anikót és a gimnázium néhány tanulóját. Április 6-án megrendezték Nyírbátorban a 8 osztályos gimnáziumok regionális versenyének tanulmányi fordulóját. A Kossuth Lajos gimnázium igen szép eredménnyel jött haza erről a versenyről. Erről kérdezem most dr. Pásztorné dr. Vas Anikó intézményvezető asszony, milyen eredményekkel jöttek haza a diákok. Igen, minden évben nagyon nagy izgalommal várjuk a 8 osztályos gimnáziumok regionális tanulmányi versenyét, és ebben az évben elhozhattuk a sportversenynél a kupát, úgyhogy a tét az nagy volt ebben az évben is. Nagyon nagy sikerrel könyvelhetjük el az idén is ezt a versenyt, hiszen nem titkolt, hogy az A-osztályunk a tehetséggondozó osztály, tehát itt tulajdonképpen a 8 versengő gimnázium legjobb diákjai mérik összetudásukat. 6 első, 8 második és 8 harmadik helyezéssel tértünk haza, és hagyj említsem meg azt a több mint 10 diákot is, aki negyedik helyezést ért el, hiszen éppen csak lecsúszott a dobogóra. Elsősorban mik azok a tantárgyak, hogyha ezeket kiemelni, amikből első helyezettek lettek a diákok? Ezen a tanulmányi versenyen a közismereti tantárgyakból mérik össze a tudásokat elsősorban, de vannak komplex úgynevezett tantárgyak, ilyen a műveltségi vetélkedő, illetve a biblia ismereti vetélkedő, és itt kiemelném a biblia ismereti vetélkedőt, hiszen a 8 versengő gimnázium közül 4 vallásos gimnázium, és ennek ellenére sikerült az egyik kategóriában, korosztályban elhozni a harmadik helyet. És akkor felsorolnám azokat, akik első helyezést értek el. Tudesze Petra, Tudesze Márk, Svincsók Vanessa, Keserű Márton, Kócsik Klaudia és Szabó Erzsébet. Megpróbálom akkor a gyerekeket megszólítani most a tantárgyakkal kapcsolatban. Petra, ha jól tudom, akkor te is első helyezést értél, miben, és milyen élményeid vannak ezzel a versennyel kapcsolatban? Hát helyesírásból lettem első helyezett, és... Ilyenkor diktálnak valamilyen szöveget, vagy hogy kell ezt a helyesírási versenyt elképzelni? Hát kapunk feladatlapokat, több oldalasokat, és akkor azokat kell ugye megoldani 45 perc alatt. Hogyan tudsz készülni erre? Másolsz sokat? Milyen technikát ajánlasz a többieknek, hogyha ők is szeretnék fejleszteni a helyesírási ismereteiket? Hát a helyesírási szótárt szoktam nézegetni, meg úgy alapból a füzeteket átnézni. És nagyon alaposan tanulsz. Egy másik első helyezettel is mindjárt megismerkedünk. Népdalban már nagyon sok versenyen indultál. Most mivel indultál? Ugyanúgy népdallal indultam, és első helyezést értem el. Mit énekeltél? Hát így tájegységre, hogyha mondtam, az úgy nem mond igazából semmit, viszont van egy kötelező dalunk, illetve 2 szabadon választott, és ezeket kell elénekelni, minél jobban, minél természetesebben. És mennyire gondolsz, jelent ez ilyenkor valamilyen előnyt, hogy már ismernek, és vagy egyfajta elvárás inkább, és még nehezebb a feladatod? Hát előnyt szerintem nem jelent, az elvárás viszont nagyobb, mert egyre többet várnak el. Hogyha tudják, hogy mondjuk x éve járok erre a versenyre, akkor következő évben már többet várnak. Akkor nézzünk egy következő első helyezettet. Ha jól tudom, akkor te versen indultál. Igen, versen indultam. És melyik verset választottad? Kányadi Sándorkal a pantomimet. Miért pont erre a versre esett a választásod? Hát mert megtetszett a hanglejtésem, mert nagyon színesen elő lehetett adni a verset, és ez szerintem nagyon nagy előnyt jelentett egy versnek, hogyha elő lehet jól adni. Mást is választhattál volna, vagy van valami kötelező, amit ilyenkor elő kell adni? Kötelező vers most nem volt, csak magunknak kellett választani. Ki ajánlotta? Hát tulajdonképpen senki nem ajánlotta, csak osztályfőnök elém rakott néhány verset, és azok közül választottam ki. Miért érdekes a vers? Még az előbb beszéltünk róla, hogy egy úgynevezett krimi versről van szó. Mit jelent ez? Hát egy ilyen krimisebb vers volt, ami arról szólt, hogy egy ember hazamegy és bemegy a házába, és kopogást hall a lépcsőház felől, és nem tudja eldönteni, hogy mi az, mert senkit nem lát odakint, és egyre jobban megijed, és egyre jobban fél, és a végén kiderül, hogy csak a kulcscsomó kopogott az árban. Akkor most nézzük a második és harmadik helyezetteket is, hiszen ők is igen sok energiát fektettek ebbe a munkába, és nagyon-nagyon értékes pontokat értek el. Második helyzet lettél miben? Szép magyar beszédben. Szép magyar beszéd, ezt hogy kell elképzelni, hogy egy szöveget eléd raknak, és azt kell felolvasni, vagy van esetleg lehetőség, amivel már előre tudsz készülni? Ez a verseny
két részből áll. Az első részben az van, hogy a saját általunk választott szöveget kell elmondanunk, a másodikban pedig a kötelező, vagyis amit az iskola szabott kiránk. Melyiket érezted egyébként nehezebbnek, mert van, amikor az ember szinte túlkészül egy-egy ilyen versenyre? Igazából, hogy az igazat megvalljam, a kötelező szöveg nekem most könnyebben sikeredett, mint az első. Talán ez miatt volt, hogy esetleg lecsúsztál a dobogló legfelső helyéről, vagy azért itt is nagyon nagy vetélytársak vannak már, akik érzik, hogy mivel lehet egy picit fölét kerülni? Hát igen, nagyon sokan voltunk, és már több olyan ismerős arcot is láttam, akit már nem először van itt, és tudja, hogy ez hogy működik. Szóval igen, ez egy ilyen erős mezőny, igen. Mi az a tantárgy egyébként még, amiből, hogyha nem ez a szép magyar beszéd lenne, akkor esetleg úgy érzed, hogy indulhatnál? Hát úgy igazából tantárgyat nem tudnék mondani, de a versmondás az mindenféleképpen. Vonzó, akkor jövőre talán megpróbáld, vagy ugyanebből várjuk az eredményeket. Ha jól tudom, most először szerepelt egy bizonyos tantárgy, illetve egy bizonyos ismerettel egyik diákunk. Mi volt ez, és hanyadik helyzet lettél? Biblia ismereti vetélkedőn vettünk részt, három osztálytársammal, és harmadik helyezést értünk el, amit úgy gondolunk, hogy nagyon nagy siker, mivel az iskola most először vett részt ilyen vetélkedőben. Igazából nem volt egy nehéz dolog, mert kaptunk egy szöveget, a Jónás könyvét kellett tanulmányoznunk, és erről voltak a kérdések is a versenyben. Köszönjük akkor nektek is az eredményt, és akkor jövőre újra várjuk, hogy elinduljatok. Nézem még itt az arcokat, ki az, aki szeretne. Ti is nagyon szép eredményeket értetek el. Mi volt az, és milyen tantárgyból? Hát én népdal éneklésből mentem. És melyik népdalt énekelted? Hát ugye volt a kötelező dal, és volt egy olyan, hogy amit én választok, és amit a zsűri választ. Visztek egy ilyenkor egy listát, és arról több dalt is elénekelsz, vagy van egy kedvenc, amivel biztosan indulsz? Hát viszünk listát, és akkor, hát amit én választok, ugye azt eléneklem. Mi volt az, amit te választottál? A Hespávát. Ez a legkedvencebb, vagy miért pont ezt választott ki? Hát már ez egy könnyű dal. Könnyű, de egyébként szeretsz énekelni. Hát nagyon. Mivel igen nagy dicsőség a második és a harmadik helyezettnek lenni ebben a versenyben, kérem akkor igazgatóasszonyt, hogy most sorolja fel ezeket a neveket is. Második helyezés ért el Petli Zsófia, Kis Jászmin Virág, Németh Fruzsina, Gyöngy András, Szőlősi Dávid, Koltai Lea Kiara, Csernicki Márk Gyula, Szarvas Péter. És harmadik helyezést ért el Nagy Janka, Biblia ismereti vetélkedőben, ugye csapatban versengett. Koncz Dávid, Tóth Molnár Gabriella, Dussza Dominika, Nikodém Dorottya, Lányi Zsolt, Kis Adél, Törőcsik István, Muliter Márk, Császár Bendegúz és Bojtor Boglárka ért még el harmadik helyezést, és rajtuk kívül, hogy gratuláljunk mindazon 60 versenyzőnek, aki már reggel 5 óra 30-kor indult a gimnázium elől, úgyhogy azt mondom, hogy igazán dicséretes eredmény az, hogy mi jöttünk a legmesszebbről, tehát nekik kellett a legtöbb energia ahhoz, hogy ezen a versenyen a maximumot nyújthassák. És természetesen gratulálunk mindazon felkészítő tanárnak is, akik energiát fektettek abba, hogy a tehetséges diákjainkat felkészítsék erre a versenyre. Jövőre hol kerül megrendezésre ez a verseny? Ez a verseny akár a sport, akár a tanulmányi verseny. Itt most 25. jubileumi évet ünnepelhettünk. Ez azt jelenti, hogy 25 évvel ezelőtt döntötték el 18 osztályos gimnáziumok vezetői, hogy évről évre összegyűlnek és megversenyeztetik a tehetséges diákjaikat. Jövőre Hajdunánáson, a Kőrösi Csoma Sándor református gimnáziumban fogunk találkozni. Ők lesznek a házigazdák. És számunkra ez egy felkészülési év lesz, hiszen a következő évben már mi leszünk a rendező gimnázium. Köszönjük szépen intézményvezető asszonynak, hogy ezt a tájékoztatást a Phoenix Televízió számára biztosította, és természetesen mi is gratulálunk a gyerekeknek, hiszen ezzel is a város hírnevét öregbítik. Köszönjük. Köszönöm.